zene attól is jó kis kaland. Hát annyira én is tudnék mesélni külön. Mennyit harcoltunk azért, hogy el ne essen. Igen. Meg nem tudom, valami, nem sokat beszélgettem utána vele, nem tudom, hogy Szandi milyen. De nekem az nagyon maradandó volt sajnos, és nem pozitív értelemben. Hát nekem sem. Most már így igyekszem a humoros oldalát. Hogy már persze én is, csak a visszamondanak, hát nagyon nehéz volt. Nehéz bizony. És ugye nekünk volt ez a Pistivel ez a... Hát ő megvett engem tőle a lakást, tartózkodtak a kis gyerek veszélyeztetése. Miatt ez az ügy, és így tudtam fogást találni. ...1998 mezőtúr. Megszülettem. ...2002 apa alkoholizmusa és agresszivitása miatt Budapestre költöztünk. Sziasztok! Anyukám 61 évesen halt meg, apukám 75. 7 lány és egy fiú. Sajnos már testvéreim meghaltak fiatalon. A bátyám 40 évesen, Magdi nővérem 48, Erzsike. Hány évesen halt meg? 50. Uh-huh. 50 évesen. Akkor elkerültem a családtól, de korán szerelmes lettem 16 évesen. Az a kapcsolat nagyon csúnya véget ért 4,5 év után. Akkor költöztem Mezőtúlra, és megismerkedtem Alexandra apjával, apukájával. 2 hónapos volt, mikor azt mondta, hogy neki ez a felelősség nem jön be, ő szabadságra vágyik, menjünk külön. Na és akkor külön mentünk. Akkor albérletről albérletre vándoroltunk. Megismertem az apukádat. Hát amikor megszülettetek, onnastól kezdve volt, hogy úgy éreztem, hogy nem szeretek élni, de most erősen fogom magam kifejezni, de így fogod megérteni a súlyát. Életre ítéltem magam azzal, hogy ti megszülettetek. Mert hiába éreztem magam még visszatért, hogy én utálom az életem, meg nem. Azért harcoltam, küzdöttem, hogy életben a talpon maradjunk, éljünk, nem adhatja föl. 2010 mezőtúr. Apa öngyilkos lett. Egy kicsit szeretnék arról beszélni, hogy is halt meg, és hogy milyen problémái voltak, ami idáig vezetett, meg egyébként körülbelül 5 éves koromig voltam vele, és utána nem sokat tudok az ő életéről, hogy mi volt. És akkor megismerkedtem, ugye Pistivel, fiatalabb volt nálam, általában a fiatalabb pasikat hozottam mindig. 10 évvel diplomás család, nekem meg szakmunkás képzőm van, meg ugye valaki gyerekem, aki nem tőle van, hát a családja nem fogadott be. Meg ő is úgy szintén fekete bálány volt a családban. Ott is az alkoholizmus. Én valahogy mindig mozdottam az ilyen szenvedélybeteg embereket. Én erről annyit tudok, hogy az első házassága
után nem sokkal történt egy ilyen öngyilkossági kísérlete, ami hát azelőtt nekünk eszünkbe se jutott, hogy neki, mert családban nem volt ilyen, eszünkbe se jutott, hogy neki van ilyen problémája. Tehát sajnálom, hogy tönkrement a házasságon, mert végül is nem volt ő rossz ember, mert ő fekete bálány volt a családban. Például, hogyha másik két testvére mondta, hogy na most megvesszük ezt a házat, akkor hurrá, hajrá, mikor ő mondta, akkor meg úgyse sikerül neked, úgyse bírod megvenni. Meg utána még vagy három eset, de lehet, hogy a harmadik volt, ami sikerült idézőjelben. Én jártam Szolnokra a Keszapalti gimnáziumba, a szociális gondozás ápolónak tanultam a munkahelyi központtal. Ez egy éves intenzív tanfolyam. És találtam egyszer, akkor is közben is ivott, nem ivott, egy levelet, amiben hát szuicid gondolatai voltak, öngyilkossági gondolatai. És ez volt az egyik nap, a másik nap meg szinte ugyanaz történt vele, mint az előző esetben, megint bevett egy csomó gyógyszert, de akkor is a kórházba kötött ki. És hát a harmadik, vagy hát a végső eset az 2010-ben történt, akkor is ugyanezek voltak a bajai. Meg ráadásul akkor már nem volt állandó munkahelye, hanem illetve már te megszületi, akkor se volt. Volt, amikor volt egy fél év, vagy egy év ilyen állandó munkahely, de alkalmi munkákból, idény munkákból élt, nehezen éltetek, biztos. 500 forint érkezés után bánunk volt összesen. És fölhívott, hogy bejön érte, ez hajnal kettő körül volt, mert ő még inni szeretne. De előtte fölhívtatok, tök jó volt a hangulat. És elkövettem azt a hibát, idézőjelbe, hogy megkérdeztem tőle, hogy nem kéne inkább ebből kaját venni. Na és akkor onnastól bekattant. Azt mondta, ha 5 percen belül nem vagyok otthon, akkor kitesz benneteket az utcára. 2010. Budapest. Anya otthonba kerülünk a szegénység és egy bántalmazásos mű miatt. És akkor hívtam fel a Hírlapnál a Várkonyi Balást, és ő segített bejutni Pest Erzsébetre az anya otthonba. Másnap már mehetünk is, pedig itt sort kell mindig várni. A nővérem 17 évesen megszülte első gyermekét, Elizát. Sokan kérdezték, miért szült gyereket a nyomorba, de a kislány a lelkünket mentette meg a nyomortól. De ugye nem kell paróka. Meg szemüveg sem. Nem kell paróka, meg szemüveg sem. Nem kell, csak így. Bizony. Ő mamának az élete. Este pedig nagyon hangyakatasztrófa volt. Hangyakatasztrófa? Igen, a konyhában mindent feltakarítottam. Bizony. A zöbrakot, a földöt. Búcsúlevelét, hát most pakoláztam a mamáiknak a papírokat, aztán mégis találtam, de ott hagytam egyelőre. Majd egyszer megmutatom. Nem tudom, hogy meg tudnám nézni. Csak egy papír. Mikor megtudtam ugye, amit megtörtént, akkor nem tudtam tényleg, hova tegyem ezt az egészet. És haragudtam is magamra, hogy ennek én is lehetek, úgymond az nem az oka, de talán máshogy lehetett volna, hogyha én nem félek. Ez természetesen egy dolog. Persze, én csak igen, sem. Sokáig volt bennem ez miatt gátlás. És talán tudat alatt is, de elnyomtam ezt. Hópi helyen nyűgös. Levettük. Igen. Egy kis novella, hogy milyen humora volt édesapádnak, meg milyen
szókincse, ő nagyon sokat olvasott. És kicsit furcsa a humora van, de inkább kicsit olyan ironikus, de lehet, hogy az éppen pont nem egy olyan írás, de valahol vannak még, amit végig sem olvastam. Hát ezt nem most fogom végig olvasni. Persze, nem is akarom, csak ez csak azért, mert tudtam, hogy amikor nézegettem ezeket a papírokat, az alján volt ez a novella. Ezt nem tudom, ki követte el, de ki látta így apát. Te vagy Szandi. De mivel, hogy te 5 éves, mondjuk ez annak a fele. És akkor látod, milyen furcsa ez a... Szerintem ez Szandi rajzolta. Lehet, hogy ő rajzolta, nem tudom. Úgy benne van a... Most az nyuszi vagy ördög. Vagy az egyik keze olyan rendes kéz, viszont... tehát jó, hát lehet, mint gyerek kilapkozta a körmét, de a másik az már nem egészen oda való, vagy a lába. Hát, hogy most ez... De hogy ez most... ő érezte úgy, hogy... Mennyi volt abban édesanyádnak a... De mégis vele töltöttetek több időt. Hát ez jól tudom, én nekem ez azért ismerős, mert én nem emlékszem, hogy Lyukan mesélt erről, már nem tudom minek kapcsán erről a rajzról, és most furcsa is, hogy ezt így megláttam, mert azt mesélte, hogy... Tehát ugye mi veszekedést láttunk gyerekként, hogy ők veszekedtek. És valószínűleg ő ezt rajzolta meg, mert anyukámnak ez egy ilyen módszer volt, hogyha valaki nem tudja elmondani, mi a baj, akkor rajzolja ezt. Velem is megcsinálta egyébként egyszer. 2009-ben megismertük Miklóst, aki apaként támogatott engem, és segítette a családot. És emlékszem rá, hogy hajnal volt, és hova járna barátnőm volt a hírlapnál, és elkezdtem neki írni egy e-mailt. És leírtam, hogy benne kaptannak, írtam neki egy mesét, egy ilyen egyoldalas mesét. És azt adtam a Bártani Balázsnak oda ajándékba, karácsonyra a pászát töltőcik mellett. Ja, igen. És egyszer csak megjelent a Magyar Hírlapba, úgy, hogy hát egy cikkbe belefoglalva, név nélkül, ugye én voltam a fiatalasszony, Miklós az Miska, tényleg. Judit, Matai, nem tudom, Andika, Margitka vagy valami ilyesmi. Persze a hírlapban nagyobb baj jelent meg, csak így sikerült megmenteni. Ez a pipa, én azt gondolom, hogy az utolsó pipája volt. Az utolsó füst az előtt, hogy történt, ami történt. Ez volt ott, még egy üres kis tálca, tudom, hogy azon volt a dohány, és nem volt bán benne, csak két kis morzsa, tehát ez olyan jelképes. Igen. 2015. Erdőkeltesről Budapestre költöztem a Miklóshoz, a család többi része pedig visszament mezőtúrra. 2017. Budapest. Felvesznek egyetemre. A démonaimmal között próbálok kitörni, és egy szebb jövőt biztosítani magamnak. Néha úgy érzem, gyenge vagyok, mint apa volt. És félek, mások nem látják a küzdelemet. De már nem érdekel, mit tett. Tudom, hogy már most büszke rám. És büszke mindenki, aki elindított az utamon.